Na sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Ahogy ígértem, a mai napon is itt vagyok. Visszaköltözünk Európába. Ezt majd el kell innen tenni. Amint látjátok, színre lép a DAF, már múltkor bemutatkozott. Ezzel fogjuk csapatni. Viszont van 417 ezrem, és hitel pedig semmi. Szia Dávid, szia Romer, hello, hello. Ó, a fent réger, forever. Sajnos nem végleges. Nem tudom. Maradjunk annyiba, hogy tegnap nagyon elkeseredtem. Tegnap nagyon el voltam keseredve. A játékom után. Az a helyzet. Ez így. Ide jó lesz, be is ültetem magamat a sarokba. Úgyhogy nem tudom. Nem tudom, Dávid. Annyira nem. Szia, Bladi. Annyira nem mozgat meg. Hozom létre a konvojt. Úgyhogy akinek van kedve, az jöhet és csatlakozhat. Amint látjátok, ez a Szia Vitamin, hello, hello. Ez a kellemes kis daffocska lesz innentől kezdve a hű utitásunk egy x darabig. Most azon gondolkodtam, hogy relatíve 500 ezeret fel tudnék venni. Fel is veszem. Jó, ez ilyen napi 8000-be fog kerülni. És vásároljunk garázsakat. Hol vegyünk garást? Spanyolországban már van. Olaszországban nincsen. Vegyünk egy garást Nápolyba. Ezt megvettük, jó. És akkor nézzünk oda a kamiont. Kamionkereskedő. Nem tudom. Online vásárlás egy Mercinél. Vegyünk egy... Hello. Hello. Sziasztok! Szia Gyuri bácsi! Vegyünk egy Mercedes Megaspace-t. Mit szóltok hozzá? Szia Perec! Hello, hello! Úgyhogy én a tegnapot azt ilyen teljes mértékben ilyen full katasztrófaként éltem meg. De gondolom ez látszódott rajtam. Ezt ide. Azt oda. Vegyünk egy gigaspace-t. Ugyanúgy. Ide. Jó, ezek meg vannak véve. Még maradt 300. Hát akkor mit szóltok hozzá? Hogyha nem egy Mercit veszünk oda, hanem vegyünk például egy M-Mine-t. Vegyünk egy M-Mine-t. Például vegyünk egy... Nem tudom, na vegyünk egy ilyet. Nem is olyan drága. Ezt ide belőjük. És keresünk hozzájuk sofőrt. És kíváncsi vagyok, hogy a nap végére mennyit tudok majd visszatermelni. Jó? 159 ezer, van hitel. Keresünk sofőrt. A munkaerő közvetítő.
Sofőr felvétele. Na, nézzük. Hát ő Audi RS. Egy csaj. Egy hetes értékelés, az nem is annyira rossz. Olasz csaj lesz. Kap egy ilyet. Ez még itt szimpatikus. Nézzük szét, milyen egyhetes van még. Hát felvesszük. Ez tetszik. Jó, te kapsz egy ilyet. Na nézzük, opa. Hogy vagyunk? Itt csak 2 pont van, itt 3 pont. Ott 3, ott 2. 2, 2, 3. Csajnak néz ki. Csaj. Bűnöző képe van. Ez tudja, hogy visszadumál állandóan. Meg 0-8-asok. Hát legyél te. Jó. Szóval 159 ezerbe vagyunk. 154-be pontosabban. Ez meg itt lötyög. Ez meg itt lötyög. Konvolt létrehoztam. Ebben vagyok. Oké. És a vállalkozói fuvarba vagyunk. Innsbruck városában. Nézzétek már, lehet vinni méltbölcsös fél pótkocsit. Hármat. Pótkocsi a pótkocsiban. Igen, ezek ilyen több ezer kilométeresek. Ne az alapján nézzük, hanem távolságra vetített ár. Angliában nem akarok menni. Na ez jó lesz, egy lánctalp, egy laza kis bevezetés, 718 kilométer. Ez kezdésnek jó lesz, sima egyszerű lánctalp. Boroszlóba. Ott még talán nem is voltunk. Megnézzük. Gondolkodtam, hogy külső fuvart kéne felvenni online-t, csak ugye ott elég sokszor történnek még a mai napig balesetek, és nem szeretném, hogy abból úgymond baj legyen. Hoho, már bevétel. Ezt a 154 ezeret megjegyzi valaki? Na. Szia Endura, hello, hello. Kordomát követjük. A mikrofon ez nagyon jó. Hoppá. Nincs jó helyen. Akinek van kedve, az még tud csatlakozni. Itt azért ezek a gépek szerintem egy kicsivel dinamikusabban mozognak, mint az amerikai. Ennek viszont van egy ilyen megtorpanása. Szia Bruno, hello, hello. Ennek van egy ilyen megtorpanása, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt. Ugye amikor ott a váltásnál vannak érdekes gondok szerintem. Hát jönnek talán, de sajna nincs... Szűkében vagy? Hát jönnék, aha. Dobják ki valamit. Na, viszont gondolkodtam. Használ valaki Game Pass-t? Igen. Mesélj már nekem.
Hogy a turistándival van ez az egész Game Pass-os történet? Hát... nekem úgy van, hogy... első hónapban befizettem 300 forintot, de olyan Game Pass-ra, ami PC és Xbox egybe, mivel nekem van Xboxom. Ha? És... hát így a Game Pass-szal nekem elérhető, hát 150 játék körülbelül. Minden héten frissül a lista, hogy mi kerül be. Meg mi kerül ki. Mert én nézegettem, és én mindegyiknél csak azt láttam, hogy ennyi kedvezménnyel meg tudod venni. Ennyi kedvezménnyel meg tudod venni. Hát 300 forint az első hónap, ha még sosem volt. Szia Jani Fater, hello, hello. És utána én az Ultimate-et szoktam venni, az meg 4190 havonta. Az viszont szerintem még úgy is megéri a havi díjat. Hogy... és mennyire jók a játékok, amik elérhetőek? Hát... én ha jönnék veletek farmozni, akkor onnan Game Pass-ból érném el a Farming 22-t. Az... stimmt, az nem. Szia Jani Fater, szia Sanyi, sziasztok! De egyébként tök jók a játékok, általában a cross-platformos a nagy része, tehát hogy a Xbox-osokkal meg konzolosokkal tudsz játszani. Meg bármikor visszavontható. És akkor... kvázi nem buksz semmit. Mert ha hónap felén visszamondod, akkor kvázi visszautalják a pénzt. Nem is a nem is a pénz relatíve, csak ugye a relatíve olcsóbb ez az egész, mint megvenni egy játékot. Hoppá. Ez sokkal olcsóbb. Jó, annyi viszont, hogyha azzal a játékot te tartósan játszol, hogy mondtad, hogy havi 4000 forint tegyük fel, azért már ilyen 5 hónap után már megvennéd azt a játékot. Hát szerintem ez a Game Pass az arról szól, hogy kipróbálod. Hogy kipróbálod, aztán ha bejön, akkor úgyis meg fogod venni, mert bejött. Mert játszol vele. Nem, mert tegnap nekem ilyen tragikus érzésem volt a Wotttal kapcsolatban. Nem is maga a játék, hanem amennyire szerencsétlen meg béna voltam. És például ott van Poszett kollega, mondta ezt a Construction Simulatort, vagy nem tudom micsoda. Construction Simulator, az nagyon az, jó. Hát csak az a baj, 14 ezer forint a játék. Oh. Nem tudom, hogy benne van-e, de ha már úgyis relatíve csúnyán fogalmazva így össze-vissza játszunk, ami egy rendszerben van ugyan, de attól még nem egy játékról szól ez az egész, és itt nagyon sokótok játszik különböző játékokkal, amit megvalósítani azt, hogy megvenni egy-egy játékot csak azért, hogy egyszer kipróbáljam, az nem biztos, hogy jó ötlet lenne. Viszont ebbe a Game Pass-ba különböző típusú játékok között lehetne válogatni. És akár kitenni azt, hogy melyik játékra vagytok kíváncsiak is. És tegyük fel egy-két, három-négy adást, attól függ, hogy milyen a játék, lehetne vele foglalkozni. Vagy nem csak ezt, hogy egy-két adást, hanem ha például sztori történetes, akkor végigjátszani. Én erre gondoltam tegnap így félbosszúságomban. Az aktuális listát meg lehet nézni, elvileg nem kell előfizetni hozzá. Igen. Oké, csak Sanyi, nézegettem ezt az egészet, csak amikor megnéztem, hogy
ebbe a listában mi van, nem az van ideírva, hogy Game Pass és elérhető ez a játék, nem. A Game Pass, ez a játék ennyi, 6% kedvezmény, 7% kedvezmény. Tehát nem az van, hogy pátya, befizetted ezt a pénzt, ezeket letöltheted, az kész. Ja, meg akarod venni, akkor tessék, itt van. Nem, rögtön azzal kezdik, hogy vedd meg. Elriasztja az embert, főleg olyat, aki életében nem csinált, és tegyük fel, mint én, potyázni akar. Nem? Felvettétek a fuvart? Én fel. Annyi még, hogy ha előfizetsz a Game Pass-ra, akkor a Windows-ra le kell tölteni ezt az Xbox appot. Game Center-t, igen. És akkor ott meg folyamatosan látod, hogy a Game Pass-os játékok folyamatosan jönnek, hogy mik fognak bekerülni, mik kerültek be, meg figyeli az, hogy milyen játékokkal szoktál játszani, és azokhoz összeállít neked egy ilyen Game Pass-os játék kínálatot, ami téged érdekelhet. Ja, ez olyan, mint a YouTube-nak, hogy egy videó nem tetszett, akkor az arcodba vágja az összes hasonló videót. Mi történt, Gyuri bácsi? Kiléptél. Nem léptem ki. Csak nem engedett tovább menni. Vagy nem engedett tovább menni. Elvállaltam a fuvart, és akkor megálltam. Aha. Mindjárt valami lesz. Valami szórakozik. Na mindegy, úgyhogy tegnap ezen gondolkodtam. Mert itt valamelyik adásban is beszélgettünk, és rengeteg játékot felsoroltatok. Aztán úgy vagyok vele, hogy tegnap nem hiszem, hogy nagyon szórakoztató ember voltam a tegnapi nap folyamán. Maximum esetleg az, hogy jó volt látni, hogy más is agyvérzés kap a játéktól. Nem tudom. Nem tudom, ki látta a tegnapi adást. Küldte egy barátkérőt Steamen? Várjál, Bruno. Ahhoz nekem így ilyen kemény altabolásos történeteket kell csinálnom. Meg kell keresni azt, hogy Steam, meg kell keresnem a Steamet. Be kell írnom egy kódot, mert ugye beállítottam ezt a családi fügyfürüttyet. Van egy új meghívó. Jó, a smiley-d. Elfogadva. Steam haverok lettünk, Bruno. Steam haverok lettünk. Harry sofőröd nem talált munkát. Lusta a Harry. Na, tovább enged már, Gyuri bácsi? Remélem. Aha, 1626 euró, pazarold a pénzemet meg. Megtalálom ezt a... Ho-ho-ho! Fordítsuk meg, Bruno, nekem a megtiszteltetés, hogy Steam barátnak jelöltél, és hogy elfogadhattam. Köszönöm szépen. Akinek van kedve és van Steamja, az dobjon egy Steam barát felkérést. Na, ki látta a tegnapi adást? Voltosat. Nyilatkozzatok. Milyen volt? Hoho! Várjál! Pillant, itt is egy újabb barát, na. Igen, ez az, de jó, sok barátom lesz. Jó. Ú, de rémisztő vagy. Mosakodjál meg. Meg így áll egy kávét. Nem tudom, valami játékból egy karakter fej úgy néz ki. Hancho down. Hátsó sonkád? Jó, rendben. Nem. Hunt Showdown, ez a játék neve. Ha. Csak ilyen... hallgatóztam közben, én hanyagolom már 2 hete, nagyon rossz mostanság. Én is adszi ezen. Na, uraim, csapassuk. Gyuri bácsi megindította a sort.
Menjél, Gyuri bácsi. Nem, egy pillanat. Elindulhattok. Már egy jó tolatok akkor egy kicsit. Adja. Nagyon rágja. Gyere. Gyere. Nem, már, jó most már. Csak egy picit kellett, mert nagyon ráálltam Gyuri bácsira. Ó! Kaptam még egy barátjelölést. Már elindultunk, bocsi, de ahogy beértünk a célra, elfogadom. Jó? Az a baj, hogy tabolgatnom kell össze-vissza, azt most nem olyan egyszerű. Szia, Misu! Hello, hello! Akkor Bruno hallgatásán kívül más nem vett részt a tegnapi adásba? De én nem volt. Nem szólok. Mondja, Gyuri bácsi. Ne, hát... Pocsék volt, mondja nyugodtan. Hát figyelj, vannak ilyen napok is. Hát egyre jó, csak... Egyre több, de vannak ilyen napok. Hát de az a baj, nem tudom, ez... Régen valahogy tudtam egyszerűen orvosolni, most valahogy nem. Tudom, hogy bennem van a hiba. Félszemmel téged néztelek, félszemmel meg tankelített. Hát neki se adta a játék. Hát jó, hát oké, hogy nem adta a játék, de... Amikor neki nem adja a játékot, akkor az olyan, mint amikor én csúcson járok. Érted? Azért van különbség. Jó, hát az a két amúrek az jó volt, de hát na. Minden nap más. Lehet, hogy az a baj, hogy én fogtam ki rossz napot. De érted, az, hogy teli belejolóznak, meg ilyeneket. Azért az kicsit erős volt. Ennek a gépnek a váltója nem tetszik, itt keresnem kell majd egy másik váltót. Vagy az DAF-nak az összes DAF ilyen, váltósz ügyileg. Olyankor, amikor már megindult, akkor jó. De addig, figyelj ezt a reakciót. Tehát lenyomom a gázpedált és nem akar magához térni. Nekem meg most a kis Renault-nak nem úgy gyorsul, ahogy kéne. Igen? Uh-huh. Mert? Pedig 520 lóerő. Annak már elégnek kell lenni. Mert nagyjából azzal a 520 ló mellé egy ilyen 2500 Nm akkor is társul, de nehogy ne legyen már elég. Álltok megint piros. Na és kinek hogy telt a mai napja? Mert jó mondta, hogy most volt a férfi halál csúcsán. Ugye a nátha. Nálad, Gyuri bácsi, hogy telt a nap? Én Snowrun neveztem. Na. Találtam egy új mappot. Szia, Levi! Szép napot! Azt kezdtem el kínálni. Hát nekem olyan melósan neked. Nekem is! Nekem is melósan. Én hagytam egy potyautast.
Mert természetesen mikor jelenik meg, akkor amikor elkezdek sávot váltani. Na, remélem nem okozott nektek gondot. Nem. Arrébb raktuk. A hangok majdnem olyanok, mint az ATS-2-ben. ATS-2? ATS-2? Az American Truckban. Bár ott egy kicsivel öblösebbek. Így, hogy ilyen távol van a mikrofon, mennyire érthető az adásba? Mert gondolom Discordon normális. Ott normális. Adásban mennyire érthető a hangom? Nem-e torzult? Ilyen arturitus? Érdekes, hogy itt sokkal kevesebb az FPS, hogyha megnézitek. Elég jó. Hát nem, csak az a baj, hogyha közelebb hozom, akkor meg itt beleütődik a kezem, és ez meg zavar. Át kell térni erre a Gége mikrofonra. Jó a hang? Hú, tényleg Sanyi, láttam a képet a Discordon. Szóval akkor működik a plusz súlya Serionon? Bevált az a súlyos megoldás? Király. Uh-huh. Meg ugye a gép törzsén van még egy. Ugye plusz 8 tonnát kap úgy a gép az alap körülményekhez képest. Ugye kétszer, négy elől, négy hátul a plusz súly, ugye az eredeti állapotához képest az 8 tonna. Az úgy már baráti. Találtam egy másik modot is, Sanyi. Az meg ilyen kifejezetten betontömb van kiöntve, és van belőle 5 tonnás verzió. Meg lehetne csinálni azt, hogy 4-4 tonnát tudod ezzel a akasztós súlyjal, és nem a 3,4 tonnás súlyokat használni elől, hanem a 2-5-öset. És ugye azt jelenti, hogy a súlyonként plusz 1,6 tonna, az összesítve az 3,2. Mert ha több súlyt akasztasz rá, az már nem biztos, hogy annyira jót tesz neki. Ugye egy, csökkented a mozgásteredet, kettő, a feljutás sem annyira biztos, ugye a végén lévő súlynak köszönhetően, gondolom nem szemből mentél rá, hanem nagyjából oldalról. Figyeljetek már, ez is olyan gép, mint az enyém. Nem, de az is DAF. LOL. Egy tesó. Aha. Hát szemből már nem tudnál felmenni, mert ugye a súlyoknak köszönhetően megül. Vagy felakadna. Hol jön a bátyja? Rendesen, figyeljétek. Jó van, kisorolt. Tényleg amúgy a két játék közül még tetszik jobban. Nekem mind a kettő. Egyformán. A tér miatt egy picivel jobban bejön az ATS. Ugye nagyobbak is a gépek, de nagyobb is a hely. Nagyon picivel. Ugye a gépek szempontjából relatíve mindegy. Szóval ha belenézel, itt van, most is megyünk, ugye ezen az autópályán, mit látsz, oldalt vannak a fák. Aha. És
nem látsz belőle más, csak az utat. Igen. Ott azért van tér, nem? Persze, hát... Ott, ha megállsz és körülnézel... Megállsz, körülnézel, akkor körbe látod a tájat. Itt látsz körbe? Semmi. Hát relatíve semmit, igen. Annyi viszont, hogy amikor itt bemész egy tájba, azért másabb. Érted, ott azért be kell menni egy ilyen kanyonos részbe, hogy relatíve valami látnivalód legyen. Na jó, majd ha neked is több minden meg lesz, akkor átmegy az ember olyan államba, ott vannak ám szép helyek is. És ki van dolgozva. Hát most még az a 3 DLC, az, vagy a 4 terület, az bőven elég. Persze. Oda nem kell több. Így is van bőven távolság, így is van még hova fejlődnöm. Csúnyán fogalmazva. Baleset van a szélsőbe. A belső kettőt használjátok. Amúgy a táblák jobban olvashatóak, ez nem tudom miért állt meg. A szó szerint megállt, amit láttátok. És belé csattant egy kis autó. Ja. Na, ez most... Te most szórakozol? Kitettem az indexet, akkor gyere! Nézzétek már, hogy milyen bunkó. Lassít, el tudok mellette menni, kiteszem az indexet és odalép. Szagyszerűen. Elmegyünk majd jobbra, ahogy elnézem. Szóval ott olyan érzésem, hogy a táblákat sokkal könnyebb elolvasni. Szia Zsolt, hello. Szép estét neked is. Lemegyünk a, nem tudom, Berlin, Nürnberg felé. Hoppá. És ott is Berlin-Nürnberg felé megyünk. Kezdett esni. Nálam már esik. Nálam még nem. Bekészítem az ablaktörlőt. Bekészítettem én is. Jó újság Zsolt, hogy telt a nap? Milyen volt a napod? Nézted a tegnapi adást, hogy jól rémlik. Amúgy tegnap komoly volt a szavazás, 6-6 szavazóval, és döntetlen. Az a gond, hogy jó lenne letesszeni a kártyát, de nekem nincs szívem azt a farmingos 13 órás szokást megbontani érte. Nem? Azért az egy fix hétvégi dolog. Szerintem. Mennyire voltam vészes tegnap, Zsolt? Mert ilyen... Nagisan, köszönöm szépen a követést, ütköztünk, kérdezi a magad, legyen szép az estét, hello. A belső két sávot használjátok, megyünk tovább egyenest. Mennyi idő kb. Egy ilyen fuvar? Hú... Satzper kb. Egy ilyen... 3-4 óra? Körülbelül ez a távolság, amit megyünk. Nem tudom, elvileg... Ami a...
valahogy úgy van, hogy ilyen 3 és 4 perc között van, ami a való életben 3 és 4 perc között eltelik idő, akkor itt a játékban meg eltelik egy óra hossza. És egy perc... óra a játék, vagy a valóságban, nem, a játékban. Igen? Egy óra, itt 3-4 perc van. Ah, ott körül van, azt néztük múltkor. Szóval, hogyha itt azt írja, hogy 6 óra alatt érünk oda, shots per kb, az szoroz be 4-jel, és akkor 4 perc, és akkor megkapod igazából, hogy 24 perc van még nagyjából, mire odaérünk. És akkor inkább érjünk oda hamarabb, mint... érted? Inkább 4-jel számolj. De villámlik nála. Nálam semmi nincsen. Látom. Semmi nincsen. Szoktam hosszabbakat vinni, de az első körben nem. Nagyon egyszerű okból, mert így van idő bejelentkezni. Most, hogyha az elején felveszek egy ilyen 4000 kilométert, amit igazából, hogyha tegyük fel, legyen ilyen 50 óra, az, ugye az nagyjából azt jelenti, hogy 200 perc. Az egy bő 3 óra és 20 perc. Tehát ha valaki elborontja a csatlakozást, akkor konkrétan aznap ő már nem biztos, hogy be tud csatlakozni. Jobbra soroljatok ki a szélsőbe, mert elhagyjuk a pályát. Megyünk Nürnberg felé. És lemegyünk Pringai-Prongi, nem tudom mi felé. Nem. Az a baj, itt például nem látom úgy a táblákat. A amerikai verzióban szerintem tök jól olvashatók a táblák. Szerintem. Úgyhogy szokott hosszabb lenni. 4000 felett van a leghosszabb útunk eddig? Igen. 4000 felett volt a leghosszabb út. Fent északról lementünk teljesen Isztambulig. Prága fele megyünk. Amúgy. Nekem is 4000 felett van a leghosszabb. Elvileg valahol meg tudom nézni, hogy még volt a leghosszabb út, nem? Csak nem tudom. Profilba? Mhm. De azt ki kell lépni, nem? Majd amikor van ez a kezdőképernyő, nem. Aha. A menü. Ahol kiválasztod a betöltést, hanem már amikor benn vagy a játékba. Aha, most esik. Nekem már rég? Nekem most kezdett el csak esni. Milyen Gyuri bácsi mondja, hogy nála más süt a nap. Még nem. Úgyhogy nagyjából az első kör az mindig egy ilyen relatíve rövidebb. Utána beválunk egy hosszabbat. Annyi, hogyha karakteremet fejleszteni akarom, akkor oda muszáj a hosszabb útvonal. Oda legalább ilyen 2000 kilométereket minimum be kell vállalni, hogy fejlődni tudjak rendesen. Hogy lehet egyáltalán itt előrehajolni? Nem lehet előrehajolni egy picit? Hogy lássam a dolgot rendesen. Nem tudom. 900 liter üzemanyagom van még. Nem, nagyon nem tudok előre hajolni.
az ülésen tudsz állítani, nem? Aha. Meg a kormány. Dőleg szegén. Na-na. Jó. Egybe kell végtolni, vagy máskor is lehet egy ilyen fuvart folytatni. Tudod máskor is folytatni. Mert ezek, ezeket ilyen vállalkozói fuvar, ilyen játékon belüli fuvarok. Viszont van lehetőséged arra, hogyha regisztrálsz a World of Trucks nevű oldalra, az ugye be van integrálva a játékba, és ott generálnak fuvarokat. Na most azoknak a fuvaroknak real-time-os lejárati ideje van. Magyarul tegyük fel, van 5 napod befejezni a játékba, tehát elkezded, akkor azt a való életben nézve, hogy az a küldetés 5 napig lesz elérhető. Magyarul, hogyha ma nem tudod befejezni, de holnap ad időt játszani, akkor azt be tudod fejezni. Abba az időintervallumon belül kell lenned, ha jól tudom, nem? Igen. Viszont, hogyha abból az időből te kicsúszol, akkor buktad azt a küldetést. Viszont arra figyelni kell, hogy ott csak 90-nel lehet menni, ha balesetet történik, vagy bármi ilyesmi, buktad az egész küldetést, azért ott macerásabb. Ott javasolt egybe leseggelni az egészet. Itt a vállalkozói fuvarok, ami bent van a játékban, csinálsz egy mentést, egy állapotmentést, és onnan tudod folytatni. Akkor nagyjából, amikor akarod. De ugye mi konvojban játszunk, itt mindent fuvart befejezünk. Itt nincs olyan, hogy félbe hagytunk egy fuvart, mert vége az adásnak. Ha kell, akkor annyival tovább vagyok itt. Csak hogy be legyen fejezve a küldetés. Levigyük a fuvart. Tehát nincs benne ilyen nagy kecmec. Megyünk tovább Prága felé. Be van kamerázva itt is rendesen. Na, 154 ezerrel kezdtem az adást, és már a sofőrök kerestek 56 ezeret. Azért az úgy komoly. Dama, ha kiváltom a VIP-et, az meddig marad érvényben? Örökre? Megmarad? Hát úgy örökre, Bruno, hogyha kiváltottad a VIP-t és tegyük fel, eltűnsz egy fél évre, akkor mire visszajössz, nem biztos, hogy VIP leszel. Mert azért az inaktív dolgokat néha felülvizsgálom. De nem olyan, hogy eltűnik. Tehát ha itt vagy, nem azt mondom, hogy minden este itt kell lenni, de ha itt vagy, néha küldesz egy füstelet, hogy szavazzam azt ki, még élek, csak csendben nézem az adást. Érted? Akkor nincs belőle gond. Úgyhogy nem, még nem csinálok ilyeneket, hogy jó, tök jó, egy hónapig. Akkor már csak 100k pont kell. Az jó, mert viszont hogyha VIP vagy, akkor rád nem vonatkoznak az ilyen például 25 ezer csatorna pontos beugró a farmra, vagy hogyha bármilyen ilyen challenge történet van, ha már kiváltottad a VIP-t, akkor onnantól kezdve te a legnagyobb challenge-et hoztad létre. Ugye az elején nagyon sok VIP-t ugye ilyen közönség szavazat alapján lett kiosztva, de azóta már ilyen gyűjtögetés van. De hát sok sikert kívánok neked, Bruno. Mióta gyűjtögetted amúgy? Írd be, légy szíves, Bruno, azt, hogy felkiáltójel follow age.
Hát az még... 3 hónap? Az jó. Bruno. Az nagyon jó. Nem, hát most ott van a neved előtt a mi a fene? A sub-edge. Érted? Azzal már például 20%-kal több csati pontod van. Misu, 2 év, 3 hónap. Misu, már 2 éve? Szia, de hello. Ah, nem sok sári. Köszönöm szépen kérdésed, meg vagyok. Kata dolgozik. Nem sokára jön haza. Ez a követés? Igen. Igen, az, hogy mióta követsz. Mióta vagy itt. Követésbe. 2 év, 7 hónap. Hat hónap. Hát igen, nagyjából az a kezdetek. Nagyjából az a kezdetek. A 2 év, 6 hónap, 2 év, 7 hónap. Csak csendesen. Igen, igen, Misu. Szia Péter, hello, hello. Igen, mert amióta snowrunner özök, vagy snowrunner, igen, amióta snowrunner vagy, azóta vagy úgymond ilyen csacsogós. Nem tudom másképp mondani. Van, aki hallgat, van a hallgatós, meg van a csacsogós, aki beszél is. Angyal úr, 1 év, 10 hónap már nálad is? Eddig durkoltam. Jó van. De tudja, mert például Gyuri bácsi is nagyon-nagyon régóta itt van már velünk, és amióta, ő is azóta ilyen kis csacsogós megjátszik velem, amióta nem csak fotozok. Nem, Gyuri bácsi? Hát ez az. Lecseréltem a Scaniát, igen. Na, ne. Az jó. Igen? Te is, angyal úr? Hát na, vannak ilyenek. Ószőlőt? Ajaj. A kollégát inkább hagyom tovább menni. Szia Hypno, hello, hello. Roblack, vagy nem tudom mi volt oda kiírva. Rossz láb fele megyünk. De már minden reggel járok át, viszem a gyereket Toviba. De ide járni a telekre? Dávid. De még így is csak keveset csacsogok. Nem baj, Misu. Most az elején amúgy fura volt. De tudom, nagyon sok, hogy is mondjam, 2 év, 6 hónap. Igen, Jani Fater, te is az első időszak óta vagy itt. Hypno 1 év, 8 hónap. Meg azt is tudom, hogy valaki régebb óta itt van, csak nem nyomta meg a követés gombot. És nagyon sok követés gomb akkor lett megnyomva például, amikor volt a What Home Office Day az első, mert tudom azt, hogy az emberkével már nem tudom mióta beszélgettem, és az alatt nyomta meg a követés gombot, és azt mondta, hogy bocs, de ez úgy kimaradt. az úgy kimaradt. Addig.
Ezért az egyet van igazából bekapcsolva a követés gomb. Tudom, szörnyű. Szörnyű. Olcvannal lehet menni. Igen, lecseréltem a Scaniát. Nem ültettem rá sofőrt. Hát nem most volt. Szia Lobolyosi, hello, hello. Hát nekem is kb. Már régebb óta lesleg, csak hát nem tudom miért nem volt benyomva nálam is. Kastélykertben napsugárcsopi. Hát, de oké. Okay. Ez egy ilyen helyi gangster csoport, vagy micsoda. Nekem nem mond semmit. Mert ott réddel jöttem, de már úgy látom nem most volt. Igen, igen, hipnó. Hát nem rég voltak már. Na, szóval úgyhogy tudom azt, hogy sokan töltik itt az estéjüket rendszeresen, és szeretnek megmaradni a háttérben. Ezzel egyáltalán nincs is semmi probléma, hisz volt olyan, hogy ki lett váltva úgy VIP, hogy konkrétan kiváltották a VIP-t, és így írt egy üzenetet, hogy hello, szia, oké, okay. És azóta nem volt hát több hello, szia. Azt mondta, hogy ő csendben szeret itt lenni, neki az tökéletesen jó. Az elején fura volt nekem, de ha valaki így érzi jól magát, legyen. Az a lényeg, hogy érezze jól magát. Csoportokra van osztva az ovi, a napsugár csoportban van dózsaszőlő ovi. Ja, azt mond nekem, hogy a dózsaszőlősi ovi. Mert az iskolákat összevonták, az óvodákat nem tudom. Le kell lassítani 50-re. Szóval megvan a Scania, nem passzoltam el, nem ültettem rá a sofőrt. Majd visszaszállunk a Scaniába is. Annyi, hogy majd át lesz az is alakítva. De most egy kicsit daffozunk. Ha ebbe is lesz majd ilyen, nem tudom, 75 ezer kilométer, akkor majd váltunk egy másikra. Annyi a lényeg, hogy a csatornapontokat meg egyéb ilyesmit át fogok alakítani. Mégpedig úgy, hogy a tankérések is csak tankérés lesz. Lesz rá egy ilyen 2000-2500 csatornapontos kérés. És a kamionoknál is ugyanaz lesz, hogy lehet majd kérni egy olyat, hogy Damaszkin milyen kamionnal menjél, olyan kamionnal menjél, lesz útvonal, meg egyéb ilyesmi. Ilyen kis kihívásos történet. Ilyen normál körülmények között. Nem tudom, hogy mennyire lesz megvalósítható, mert nem olyan lesz, hogy most kiesz egyet. Hoppa! Ez miért lassított be? Lobolyosi! De neked nincs VIP-d? Lobolyosi, neked még nem volt VIP-d? Ki lehet váltva Lobolyosi által a VIP? Nem, még nem volt. Gratulálok. Mindjárt odaadom, jó? Keresek egy leállót. Itt van, hát határon vagyunk. Itt le tudok valahol húzódni szerintetek? Itt oldalt lehúzódok, jó? Odaadom a VIP-t Józsinak. Vagy Josinak. Jó. Tab. De nem. Az nem, de anyósom az van. Na várjatok. Így. Várjatok, hogy kell csinálni. Per. VIP. Kukat. Lobolyosi. Ezen túl VIP tagsággal rendelkezel ezen a csatornán. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy kigyűjtötted. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen régóta itt vagy velünk.
és frappáns megjegyzéseiddel viccesebbé teszed az adást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, illetve viseld egészséggel nagyon-nagyon sokáig a VIP-t. VIP-t lehet ajándékozni? Nem. Nem. Az ilyen egyéni challenge. Illetve volt egy újabb Steam barát, DMIHI, vagy DMIHI. Elfogadtam. Nem, de csak gyűjtse ki magának, nincsen családi kedvezmény. Nincsen családi kedvezmény. Nem, az a baj. Szia Butyi, hello. Nagyon-nagyon következetesnek kell lennem. Tehát akárhogy is vesszük, ha beletszevez... Ha beletvezetve valami, nem akarok semmilyen ilyen kivételt tenni, meg egyéb ilyesmi. Szép napot, Butyi. Mi újság, hogy vagy, hogy telt a napod? Kinek másnak, hogy telt a napja? Aj, rendőr bácsi, apá. Piros a lámpa. Mondom, miért nem akar menni a rendőr bácsi? Hát nem piros a lámpa. Családtagnak dupla simán? Én azért kifarmolom a VIP-t. Hajrá Zsolt. Hamar összejön. Hát lehet, hogy az nem fog elférni. Indulj már, rendőr bácsi. Hát figyeljetek, lesznek még tombolók, úgyhogy ne aggódjatok, lesz hova csapkodni a csatorna pontot. Le fogunk térni majd balra a következő lehetőségnél. Itt érdekes azért ennél a hegymenetnél. Ja, nem sokára megérkezünk. Nem sokára megérkezünk. Ajaj. Emelkedőre kell fölmennünk. Néha igen, mire gondolsz? Discordra érkezik mindig a botos hír, aztán azt el szoktam olvasni. Mire gondolsz? Ja, Waffentrager event? Nem néztem. Dávid már mondta, hogy visszajött. Nem tudom, ti mennyivel tudtok jönni. 42. Mi? Randomban fognak szaladgálni azok a vackok. What? Visszaengedik a random csatába a Waffentragert. De akkor majd szombaton kipróbáljuk. Küzd a retarder azért rendesen. Vigyázzatok, mert a bejáratnál egy
botró van. Vagy egy forgórakodó. Nem. De egy földes úr. Halljátok, ezt nekem le kell vinni a bánya mélyére. Nem. A gazda az kicsi, a földes úr az meg több csiliárd hektár. Nekem lentre kell vinni. Oda kell betolatni. Na jó, inkább nem szórakozok. Le kell állítani múlt. Ez egy 664 kilométeres táv volt. Na, hol tudom megnézni a kilométert? Itt vagyok kint. Profil. Rámész a... Hogy is van ez? Az a baj, hogy... A garázs? Vagy az autók? Nincs. Rendben, Misu. Én köszönöm. Maradok Lurba, csak közben elmegyek fürödni. Rendben, CMD. Csak 5 csatára lehet kibérni a Waffentrogert, annak, aki az eventet végigcsinált, a Tangelit csinált magyarázó videót. Oké. Na, az még nem néztem meg, csak angolul olvastam, meg valami Chief Protkót lehet ládában nyitni. Na, nézzünk valami fuvart. Ezt a helyet hogy tudom? Na, nézzük. Van egy kis légkondi, 1200 km például. Vagy tej, 1400 km. 11 tonna, 23 tonna. Boroszló, vagy Prága. Boroszló. Prága, az túl messze van, ez boroszló. Vagy csak egyszerűen fölmegyek és megnézem, hogy mi van itt. Mert van egy tartály is például Törökországba. 1900 kilométer. Azt inkább hagyjuk. Figyeljetek, vigyünk egy tejet. Úgyis tartálykocsit régen vittünk. Jó. Egy 64 kilométert kell menni tovább. A Waffentrogert akarod kipróbálni?
Hát olyan, aminek ágyúcsöve van és tudsz vele lövöldözni. Szerintem vissza fogják tenni azt a tankot a játékba, figyeljétek meg. Vagy be fogják tenni karácsonyi ládába kis eséllyel. Tehát a karácsonyi láda kis eséllyel, ha azt beteszik, szerintem karácsonykor mindenki ládát fog venni. Még az is, aki eddig nem költött a játékra. Így üresen azért megy rendesen ez a gép. Bár szerintem ez mindegyikre jellemző, hogy üresen jól mennek, nem? Mhm. Hát figyelj, Hypno, szerintem a Waffentrager az világ életében városi pályás volt. Attól a ponttól kezdve, hogy bevezették azt, hogy 15 yardos távolságba minden elveszti a kamó értékét lövés után. Mert ha okosan trédelsz, az azt jelenti, hogy tudod azt, hogy csak egy tank tud téged meglőni. És azt te ki is mészel és rögtön meg is tudod lőni. Akkor onnantól kezdve mennyi 2 másodperc volt az Interclip? Fogtad, azt kiszortad belőle az összes lövedéket. Én Kapuváron a butikba Ozont Rogert próbáltam, de mind kicsi volt. Én inkább új videókártyát veszek karácsonyra. Nincs más választásod, gondolom, Péter. Miért néztél ki? Vagy van ismerős családtag, akire rábízod a... Hogy na, ez a keret. Ez a keret. És akkor mondjál valamit. Kevés a mostani. Hát igen. Amúgy egy örök ilyen vita van a konzol és a PC között. Ugye mindenki azt mondja, hogy tök jó a konzolt, megveszed és azt nem kell fejleszteni, megveszed hozzá a játékokat és akkor tiszta boldogság van. A számítógépet megfejleszteni kell. Igen, ám csak amikor kijön, szia Korran, amikor kijön az új konzol, kijönnek rá az új játékok, visszamenőleg már nem kompatibilisek. Na olyankor meg ki kell dobnod az egészet, nem? Kivéve az Xboxnál. Mert az visszamenőleg is... Így van. Csak a PS ilyen, hogy... Így van. Uh-huh. Xboxnál én az kis Xbox One-esen tudok 360-os játékot is játszani. Nem, az visszamenőleg oké, de nem úgy. Hanem például kijön a... Ugye most van az Xbox One, és akkor kijött az új, és az újra kijött egy játék, akkor az Xbox One-nal nem tudsz játszani. De hogy nem, csak szarabb grafikával. Igen. Szia Pepe, hello, hello. Na gyerekek, megérkeztünk a tehenészetbe. Innen fogunk vinni tejecskét. Ezt itt. Nvidia-t szeretnél, de más is szóba jöhet. Én azért nézegetnék az AMD kártyák között is. Tudod azt, hogy milyen processzorod van? Péter. Hogy AMD vagy Intel? Hát AMD-d van. Akkor én lehet, hogy néznék egy AMD-s videókártyát. Na. Huart felvettem. Gyuri bácsi itt van.
Jó, a városban. Integrált. Na, míg jó is megérkezik, addig én gyorsan kiugrok a mosdóba. És aki akar, jöhet. Ja, és aki csatlakozni szeretne, az most szóljon, vagy hallgasson a következő fuvarig. Pillanat is vagyok. Na. Megjöttem. Valaki. Csatlakozik még, vagy lehet indulni. Most veszem fel. Oké. Okay. Hoztam be egy kis ropogtatni valót is. €11 000 mínusz, és majdnem megvan a €100 000 eddig bevételbe. Az ilyen ágyas, azok azt jelenti, hogy alszanak? Vagy az, hogy a telephelyen van? A pihenő napjuk van. Aha, pihenő tart. Nem, szolgálatban van, de pihenős. Szolgálatban. Nézzétek, nagyjából 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 23-ból 8 pihen.
Na, urak, indultunk. Aki eddig nem jelentkezett, az lemaradt. 1500 km múlva lehet jönni jelentkezni. Vagy, ha akarsz jönni korán, akkor mosszolj. Mert még itt egy benzinkút, úgyis mennem kell tankolni. Nagyjából ez ilyen másfél óra. Jakimó. 1500 mérföldet mentem az... Ja. Be se léptél? Oké. Okay. Igen, milyen event van? Azért mondom, Péter, én hogy AMD-s processzorral lennék, és én attól is vagyok, és ha nem streamelnék, akkor én AMD-s kártyát mondjuk, nem Nvidia-sat. Ez biztos. Sokkal jobban össze tud dolgozni a két rendszer. Ma. Kártya és a processzor sokkal jobban össze tud dolgozni, mint hogyha két külön platform. Na. Igazán nincs mit. Mert jó. Amúgy nem olyan katasztrófa ez a DAF. Ott az 1-2-3 környékén lévő sebességekkel van egy kis probléma. A többi az jó. Nagyjából ezzel az 530 lóerővel dinamikusan lehet közlekedni, de mellette megérzed a dombolzatot, nem? Igen. Mert azért a 750-nel odalépsz, azért dombra felfelé is milyen szinten tudsz gyorsulni. Hát én ilyen... azt szoktam nézni, hogy a sebesség, amikor berakom, akkor ugye jobb oldalt mutatja, hogy milyen tulajdonságai vannak. Aha. Én kettőre megyek rá, vezethetőségre és a domborzatra. Aha. A többi annyira nem foglalkoztak ebben. Aha. Az, hogy most nehéz vagy. Milyen járműveket vihetsz, vagy pótocska. Meg kell állni, mert útépítés és piros a lámpa. Nem fejezték be? Nem. Mert ez az, amin átjöttünk csak a másik irányba.
Holnap meg farming. Elég kiásták mondja azt a gödröt. Nem véletlenül Magyarországon vagyunk. Nem. Ilyeneket tudnak csinálni, csak az a baj, hogy betemetnénk. Átéltünk a határon. Most a rendőr kiosztott volna egy szaftos kis csekket. Lehet menni 80-nál. Azon gondolkodtam, hogy milyen játékot kellene kipróbálni. Meg hogy az mennyire lenne jó ötlet. Egyszer belefér. Szerintem. Hétfőre gondoltam. Ilyen hétfői napokra beiktatni egy ilyen játékismerkedést. Amúgy még most is droppol a szerver. Ahogy elnézem. Nekem még nem kezdte el a hülyessége. Nem, néha vannak megtorpanások. Mi nem vagyunk haverok a szerverekkel, úgy látom. Nem amúgy ezekkel a játék kipróbálásokkal. Ugye, aki játszik azzal a játékkal, ő szerintem biztosan örülne, hogyha látna a csatornán ezeket. Én nem csak újakat. Kitalálom, Diablót. Lobolyosi. Amúgy mire gondolsz? Melyik játékra? Régiek közül. Forza 4. Micsoda? Forza. Forzát? Ha szeretted az autóversenyt. Igen, autóversenyeztem. Józsi,
Hogy Lobayashi. A Halo Infinity-re viszont gondoltam. Annak nekem a borítóképen nagyon-nagyon csalogató. Csak az a baj, az még lövöldöző is, ha jól tudom. Forza, én is kipróbáltam, de most annak mi értelme van, hogy megyek a pályán, és bármin keresztül megyek. Na most például itt van a hídnak az osztopa, hát, hogy át tudok menni rajta. És nem történik a géppel semmi. Semmi. Rám elkezdett esni. Attól függ, hogy hogyan állítod be, hogy törjön el az autó. Jaj! Hoppá! Önök kell figyelni. Bugyi, ebben teljes mértékben igazad van. Hogy a VOD is lövöldözős. Ezt a kis Skoda megúszta amúgy. Megúszta rendesen. Igen, csak idealt elé. Nem tudok elmenni. Na de most már elment, jó. Megáll. Szia Dávid, hello hello. Pepe például biztosan örülne a Far Cry-nak, mert ő azt szereti. A Zsiványról tudom, hogy nagyon elmélyedt múltkor a Valheim-be. Arra is ráférne egy kis optimalizálás. Egy jó kis kod holnap után. Ja, béta. Nyílt béta. De nem azt dobtátok be tegnap vagy tegnap előtt? Mert valami nyílt bétásra bedobtatok. Fele tovább kell menni. Már megint egy hülye. Gyuri bács. A fogott is úgy nekem jött, hogy elnyomott a másik irányba. Belső sávból ki akart kanyarodni. De mondjuk ő járt rosszul. Nem sérültem még az a szerencse. Elbúcsúztunk Prágától. De menjünk majd a pályáról. De Dávid, akkor a szombaton el kell engedni a szombati votot. Bár gondolom a tegnapi teljesítményem után még lehet, hogy ti fogjátok kérni, hogy ne votozzak többet. Nem?
Télső sávot hagyjátok, mert útlezárás van. Előttem meg lassú járművek. Kurva anyját. Elfű. Megyek. Aha. Na hát. Nézzük meg nézzük meg azt a nyílt bétás kodot. Hipno azt mondja, hogy igen. Gyuri bácsi, el tudsz viselni egy kodos adást? Nézni nézem, de nem fogom játszani. nem kell játszani. Levi azt mondja, hogy nem. Eddig egy-egy. Azt a mindenit! Be kell jönnöm. Belső sáv fel van túrva. Bakker. Hoppá. Jó, ezt most megmentetted. Meg. Mert mi történt? Rátok toltam egy gépet, vagy mi? Nem. Jó, fölment a vetúrra. Kitoltam egy jait, aki itt szlalomozott előttem. Ja. Levi, elveszem a billentyűzetet. Többiek? Hoppá. Gondolom, Dávid az igenre szavazt, mivel ő mondta. Én meg megyek jó után. Hát én nem tudtam besorolni. Én sem. De a busz mindjárt elvisz. Jó, mehetünk. Bevállak titeket, visszalassítottam. Ilyen 60-as tempóra beálltam. Jó, itt vagy az alagútban. Telóról nehéz lesz? Emlékeztek még arra a telefonokra? A Sony Ericsson T18? Amikor ilyen klaviatúrát lehetett alá csatolni? Bocsánat. Semmi baj. Meg vagy fázva. Nekem 8, azt nézem. Ami erre kell. Ha szeretnéd, akkor persze. Ez végül is jogos, Kimó. Ez még viszont jogos, hogy mindent megkérdezek. De. Tankolni kell nektek? Nem. Jó. Meg abba adjon már. Figyelj, Lobolyosi, de azóta legalább kipihent vagy, nem?
Nem. Olyan kis jókat alszol. Árk is mehetne próbakép? Akkor ott Adolfal kell beszélni, mert ő az Árk szakértő. És ott baj, Józsi, kipihent vagy. Nem? Nem kell altatót szedni. Vagy bármi ilyesmit. Előttem van egy szalomkirály. Nézzétek már az index alapján, látjátok, hogy mit csinál. Fékez, indexel. Fékez, indexel. És az a féklámpa, vagy a lámpák alapján az egy busz. Dobálja ki az utasokat. Ja, megvan az Árk. Itt Steam-em. Mindjárt vége ennek a körnek. Nagyjából 1100 km után. Majd megmondom, hogy milyen játékok vannak Steam-em. Enzsi baca, basszék be! Szerezd be valami nyugágyat, Józs, és onnan nézd a farmingot. Jó, abba adjam a rákcsát. Mert már túl sokat rágok. Szóval nincs mellettem víz, úgyhogy majd... még ki kell vennem vízért is. És az per kb. Még egy óra. Mire odaérünk. Elvileg Kata hazajön busszal. Remélhetőleg minden jó lesz. Ha nem esetleg, akkor el kell rohannom érte. Belső sáv lassú. Ó, belső, külső sáv lassú. Feltolódott egy kamion. Konvoj. Mi megyünk tovább egyenest. Akkor az volt az a nagy csámcsogás. Én meg azt hittem, hogy rosda eszi a székemet. Nem már, ennyire bealatszott. Elvileg az Nvidia Broadcastnek meg kell fognia. Elvileg annak meg kellene fogni az ilyet. Ez tök jó, amúgy a GPS azt mondja, hogy soroljak ki, majd utána egy rövid idő múlva azt javasolja, hogy jöjjek vissza. Ez azért komoly. Én maradok a belső két sávba. A belső két sáv egyikén. Megkimeltek. Itt már három sávban érdekes. Tök kellemesen megy ezzel a 23 tonnával is. Mert nagyjából annyi a vagy a súly. És a szerelvényi összesen hány tonna, azt nem tudom. Tényleg tolja most valaki közületek a Waffentrager eventet? Mármint most így adás alatt. Még nem megy? Azt hittem, hogy megy. Majd hétfőtől az jó.
Elvileg a belső, a legbelső sáv meg fog szűnni. Legbelsőbb. Igen? Tényleg amúgy a GTA 6-nak a videóját néztétek, ami kiszivárgott. Meg elvileg azt mondta a fejlesztő csapat, hogy majd ő is kiad videót. Illetve kérdés az, sima egyszerű single player lesz, vagy már egyenest ilyen multi online-os megoldás? Szerintem ugyanúgy, mint az első rész. Külön single, meg külön online. Aha. Nem akarom elveszteni ezt az 1 kilométert. Hát jó, de már eddig is csúszott vagy 20 000 évet, nem? Ja, szoktam hallgatni a Petőfi Rádiót reggelente. És az szokott lenni ez a 10 kérdésekkel igazza vagy hamissal válaszolni. Úgy, hogy a válaszadásokra van 3 másodperced. És benne volt ez a kérdés is, hogy kiszivárgott egy videó a GTA 5-ről. És akkor a csávó rávágta úgy, hogy van két fiú, hogy igen. És utána mondta, hogy ez nem a GTA 5-ről szivárgott ki, hanem a GTA 6-ról. Nagyon gondolj. Hogy veszük. Az 5-ről is kiszivárogtattak dolgokat. De nem úgy, úgy mondta, hogy most szivárgott ki, ja, a videó. Hát úgy igen. Tehát a mostanira. Úgyhogy már a Petőfi Rádióban is beszélgettek erről. Ezek szerint. Jó, hogy most. Most kamion előz kamiont. Na most ez fogja játszani? Ki be. Jó, visszasorolt. Győri bácsi, megvagy? Meg, igen, mindkét oldalba közrevettet. Közrevettél fogva, Győri bácsi? Mékezzek be? Nem. Kell segítség? Nem, hát ugye volt egy kis gubanc a középsőbe. Aha. Erre a szélsőbe megállt a... Megnézni, hogy mi történt. Az utolsó vénasszony is adott a GTA-ról, nem biztos. Jó, hát itt minden rendben nálunk. Győri bácsi is mindjárt beér minket. Kíváncsi lennék, a jobb felső tükör, az mi a figyfirit mutat? Mármint bal oldal? Nem, jobb oldal. Várjatok, mert a... Ezek turistáskodnak. A szélvédő közepén azt látod benne, hogy... Jó, mennyi? Hát le van zárva az út. Nem, el tudunk menni.
Én most tolok éppenséggel magammal valakit. Ez lehet turistáskodni, egy BMW-t. Megpróbálom kivinni oldalra. Jó, ott is hagytam. Ez a kamion elé? A leállósába hagytam egy. De jó. Mi az? Kitolatott. Ja, bocsi. Bocsi. A bal felső sarokban a RAM alatt az az FPS számláló neked? Igen. Igen, Péter. Az az FPS számláló. Amint látod, nem mutat valami sokat. Utol tudtok érni, nem? Persze. Bocsi, hogy galibát okoztam nektek. No problem. Viszont lehet, hogy én így hóvár közben le fogok lépni, mert nem vagyok valami jól. Vagy túl hosszú fort választottam. Mert nagyjából azt jelenti, hogy még egy ilyen 40 perc. Jó. Jó, már látlak titeket a tükörbe. Nagyon kevés kamion jön ekkora fénycsóvával, mint ti. Figyeljetek a belső sávba, milyen tempóval jön az a személyautó. Figyelj, zsum! Kiállok ide a parkolóba, aztán. Hát jobbulást, meg jó pihenést. Köszönöm. Nektek meg jó játékot. Köszönjük szépen. De sokkal jobb, mint az enyém. Mivel csak ketten maradtunk. Amúgy így néz ki a szerelvény most. Hogy dobálja a fülkét? Ótod is jobbra-balra billeg, elég jó. Tudom, most billegtetem. Jó, már szerintem rég felborult volna, nincs bekapcsolva a stabilitás. Na, kemény pénzeket keresnek. Jaj, melegíteni kell a gumikat. De ezt tudjátok, ez olyan, mint... A tejfő lesz belőle? Nem baj az. Forma 1. Kimi Räikkönen. Ugye fénykorában. Mindenki melegítette, ő meg ment előre. Jó, én köszönöm szépen és jobbulás, jó pihenést kívánok neked. Gyuri bácsi, gyere be a belső sávba. Kívül tötymörögnek. Ja, nagyjából tényleg ilyen 3-4 perc telik el a valóságban, míg a játékban egy óra hossza. Ott körül van, 3-4 perc.
Ja tényleg, ugye raktárban dolgozom. Aztán azt a raktárat nem éppenséggel. Szia Hápi, hello. Gyuri bácsi, szeretném mutatni, hogy hol van. Igen, amúgy mindig távolságival közlekedik. Szép napot, Happy. Szóval, ugye raktárban dolgozom, nem feltétlenül olyan egyszerű felfűteni. Elvileg kapunk majd olyan mellényeket, ami akkumulátor segítségével fűthetőek 4 ponton. Kíváncsi leszek rá. De amúgy nagyon kemény. Nincs egész napot tátok a töltő mellett. Nem, hát ilyen aksis, ilyen aksikat kell benne majd cserélni. Vagy bekötjük magunkat kábellel, érted? Mi leszünk az ilyen kábeles droidok. De amúgy nem butaság relatíve, mert ugye azt tudod kapcsolni. A mellényt alá tudod venni egy kabát alá is. Érted? Meg ugye úgy a felsőtestet fűti, nem pedig a végtagokat. Kaptuk egy usánkat. Az van. Az van. Na de a műszőrös biztos. Hát a voltos Gyuri bácsi. Voltos usánkám van. De ma nekem is felépült a gép. Lelepleztem a végéját. Azt ne egészséggel, Hápi. Hápi ő nagy vadat hajt. Elárulod, Hápi, neked milyen végéjád van? Pócsó volt. MSI 3090 Gaming X Trio. Amúgy hasonlókat nézek én is, csak nem 3090-be, hanem 3080 vagy 3070 Ti-ba. ...3070 Ti-t ne vegyek, mert... Miért, Happy? Akkor mi? 3070-et vagy 3080-at? Harminc nyolcvantól felfele. Lassú sor, Gyuri bácsi. Úgy is lemegyünk, azt hiszem. Igen, lemegyünk. Hát, Happy, azok brutális árban vannak. Oda kell adni mind a két vesémet, meg az egyik herémet. Meg a fél tüdődet. Ja, Zoli, hello. Ez december 31-ig marad nálam. Happy. Az a baj, hogy a 4-es szériát néztem, de... A kint lévő adatok azt mondták, hogy 900 dollár környéke lesz az alapár a 4080-asnak, vagy mennyi. És ez ugye azt jelenti, hogy ugye ez nettó dollár.
Az azt jelenti, hogy itthon Magyarországon arra 800-ra még rájön 200 dollár. Ugye úgy az már kapásból, ugye az egy ezres. Nem. Hát ha tudsz. AVG a készlet kisöprés, meg kiszáll a buliból. Milyen buliból száll ki az AVG-a? Videokártya gyártásból. Ki fog szállni belőle? Igen. Az a helyzet, hogy én MSI-ben gondolkodtam, mivel az alaplapom is MSI. Mondom, akkor legyen már egy ilyen MSI megoldás. Hú, az enyémet is meg kell takarítani, lefotózni és fel kell tenni Hardware Pro-ra. Hát tudom Kimó, hogy nem fognak összeveszni. Ezzel tisztában vagyok. De általában úgy szokott lenni a kártyák értékelése Asus MSI, MSI Gigabyte, nem? Teljesítményben, hűtésileg, egyéb ilyesmi. Vagy rosszul tudom? Nem nagyon vagyok ebbe a részbe járatos, mert abban a pillanatban, amikor berobbantak ezek a kártyaárak, hát konkrétan elment az életkedvem is tőle. Az a baj vele. Hát ha hűtést veszünk, akkor a Power Color bármelyik nagy nevűt lenyomja. Nem tudom, ti hogy vagytok veled, én ezektől a Power Color-tól, meg Zotac-tól, meg K2 FA, gyere be Gyuri Belcső belsőbe. Meg ezektől, meg Game Ward, ezektől Nekem olyan fura érzésem van velük kapcsolatban. Nem is ismerem őket, az a helyzet. Úgyhogy ez teljes mértékben csúnya előtjelet. De teljes mértékben csúnya előtjelet. Nem tudom, az a helyzet, hogyha AMD-s videókártyáról lenne szó, akkor egyértelmű, hogy Zafir. Ott nincs kérdés, ott biztosan tudom azt mondani, hogy egy Zafirnál megnézném, hogy még éppen kártya abba a típusba, amit nézek a legerősebb, általában az a Nitro Plus szokott lenni, az cső, azt megvenni, az Sevastopol. De a többinél fingom sincs, nem vagyok benne járatos. Az a helyzet, hogy ebbe egy kicsit jobban bele kellene mászni. Bár most az adatok szempontjából elvileg a processzor és a memória eladások visszaestek világszinten. Megyünk tovább egyenest. Ugye visszaestek világszinten. Két számjegyű visszaesésük van, ilyen 10% környékét, vagy mennyit olvastam. De ott azért érződik, hogy recesszió van. Vagy hogy kell mondani. Nem sokára kiderül, hogy Kata elérte. 8 óra 3 perc. Nem sokára kell indulnia, elvileg. Melóból.
Még valami olyasmit olvastam, hogy valamelyik cég berendelt chippeket, mielőtt még a szankció elindulna. Úgyhogy lehet, hogy ott a chip gyártás körül is lesz majd egy kis kalamajka. Szerintetek mikor lenne érdemes videókártyát venni? Még mielőtt kijön a 4-es széria, vagy azután, hogy kijött a 4-es széria? Ti mit mondtok erre? Tudom, szörnyű problémáim vannak. De ne aggódjatok, ha meg lesz az új kártya, pár évig nem hallottok tőlem ilyen kérdést. 2 évig biztosan nem. Az a baj, HP ezzel elkeserített, hogy 38 van. Nem azt mondom, Pitang jó kártya. Csak az a nyavajás árcímke. Na, Kata indul a buszhoz. Hát, jó. Ha meg lenne rá a pénzed. Szia Csabika, hello, hello. Hát, Dávid... per pillanat előbb el kellene adni ezt a kártyát, úgyhogy azt a hétvégén megcsinálom, felrakom hardware aplóra, illetve az jövő hónap 15-e környékén jön meg a Teach pénz, és annak a kettőnek a összegével tudok kalkulálni, mert már egy adag pénz úgymond félre van rátéve, csak ugye az adja meg a mozgás keretet. Relatíve relatíve az a lényeg, hogy akár most rendelhetnék egy kártyát per pillanat, csak nem akarom a kettőt összevenni. Én még ebben az évben nem, mert a... Hát, de ezt sem akarom kihúzni, Dávid, hogy érted. Ha megveszem hamarabb a kártyát, vagy meg tudom hamarabb venni a kártyát, akkor hamarabb vissza tudom adni ugyanezt. Tehát erre én nem alapoznék, hogy na hát december 31-ig itt van, akkor nyugodtan ülhetek. Meg talán karácsony után, mikor mindenki elkölti a nagy lóvét, hát ha jobb árba lenne. Szokott ilyen lenni? Az elmúlt évek tapasztalata alapján szerintetek lesz ilyen? Hogy majd karácsony után lemennek az árak? Persze, januárban még emelnek itt 10-20%. Azért mondom, hogy én ebben már nem hiszek, Dávid. Pláne mindenhol az infláció megy. Ugye januárban korrigálják az árakat. Persze. Nem tudom. Az biztos, hogy a lakásvásárlásról vagy házvásárlásról
13% vagy 12% alapkamat környékén biztos, hogy az felejtős. Én mondjuk a múltkor a külső vinyót vettem, és az jobb árban volt. Hát lehet, nem tudom. Nem tudom, az a baj, ez nagyon-nagyon dilemmás kérdés nekem. Emlékszem, ugyanezt játszottam el a monitorral, tehát nézegettem a monitort, akkor annyira nem nagyon firtattam a témát szerintem az adásokba. Egyszer Kata megunta, és kaptam tőle egy üzenetet, hogy na megjött a monitor, hogy jöhetsz, értem, mondom, milyen monitor? Megmondtam, hogy állandóan nézegeted, meg azon gondolkodom, hogy mikor kéne venni, meg hogy kell venni, itt van, viheted. Természetesen a fix talpas verzióját választotta és rendelte meg. Ugye én meg az állíthatót nézegettem. És ugye azért van fent most falon, konzolon, mert ugye a fix talpas. Én ott tanultam meg, hogy fix talpasat nem szabad venni. Nagyon kényelmetlen tud lenni. November, decemberben drágább volt, mint január végén. Aha. Nem tudom. Tényleg a Black Friday mikor lesz? Ha lesz egyáltalán. Az nem november? Beszokott lenni? Szia, Totyaman. Hello, hello. Üdv mindenkinek. Gondoltam, benézek, kinek van ideje játszani, mikor dolgozok. Kitartást a munkához, hogyha ment. És kérlek halálosan, dolgozunk mi is kérlek, visszük az iskola tejet. Tessék, visszük a tejet. Sietünk, hogy ne romoljon meg. Ne legyen savanyú. Lassan jönnek a kapuk is. Az, látom már Gyuri bácsi. Már itt is van az első előttünk. Vég a jó világnak kapuszhatunk. November utolsó péntek a Black Friday hivatalosan. Igen, novemberbe, de az magyarban olyan, hogy a rendes ár fölé írnak. A belső kettő az a milyen, Gyuri bácsi? Kidobott? Itt vagy, Gyuri bácsi? Eltűnt Gyuri bácsi. Gyuri bácsi? Itt vagy? Nem beszél. Discordon itt van, de nem mond semmit. Na, itt vagyok. Mi történt? Kidobott? Beszorultam az alagútba két kocsi közé. Az hogy a lótúrósba? Megválok, jó? Ne várjál meg. Mert? Menj nem csak, hát most. Persze, hát majd visszajövök, ahonnan beenged. Hát akkor... Jössz onnan, ahol beenged, Gyuri bácsi, én meg megválok. Hát most... Nem... Nincs itt világvége. Tartós az a tej. Azt mondod, Vitamin, hogy... Nem tudom, külföldről mennyire rickéri rendelni ilyet, vagy venni. Egy garanciáztatás szempontjából nem biztos, hogy olyan vidám vasárnap egy külföldit. Holott uniós tagállam vagyunk. De relatív a unión belül veszek, akkor nem tök mindegy. Vagy mindegynek kellene lennie, nem? Na, Gyuri bácsi csatlakozott. Itt vagy mögöttem. Semmit nem dobott vissza.
Na, itt vagyok az alagútban. Eltűntek az autók előlem. Az jó. Attól függ, hogy honnan rendeled és melyik országból. Ajaj. Hát nem is Tadzsikisztánra gondoltam. Németország például. Szlovákia. Vala. Átjöttél a kapun, nem Gyuri bácsi? Elindult. Akkor elindultam. Hát ugye a garanciás dolgok azok kb. Minimum 3 hónap, 6 hónap. Persze, hogy ne. Csak is arra van időm, érted, hogy semmi baj. Hát végül is katagépe itt van addig. Érted, ilyen low budgetesen lehet streamelni. Hoppá, csak 80-nal lehet venni. Kicsit túltoltam, nem figyeltem. De ahhoz képest kellemesen vitte a 90-et. Belső sebb, Gyuri bácsi. Aha. Jó. Na most már megint mellé lehet menni 90-nel. A szélső sávban valami turka van. És itt meg 50-nel lehet menni. A felét az a belső sáv, Gyuri bácsi, ha a külsőt használt, ha tudod. Itt lezárták az alagutat, mert befúrta magát a vakond. Na, eddig 141 ezret kerestek a gépek. A sofőrök. Na, lőhetjük oda neki, Gyuri bácsi, szúrhatjuk, mehetünk. Megállt egy kocsi az előbb az alagútba előttem, nem tudtam már kikanyarodni. Aha. És mögöttem, amelyik jött, az meg ugye egész közvetlen közel. Aha. És erre bebunkolt. Az király. Küldhetjük neki. 90-nál. Nem, amúgy itthon az lenne a jó, hogyha azt az áfát így el lehetne egy csiribú csiribázni. Mert az mocskos sok. Ah, megint egy kapu. Ludwigshafen felé nem jársz? Nem. Belső két sáv a miénk. Hát most éppenséggel
esik, és Lyon felé tartunk. Onnan lehet tudni, hogy Franciaországban vagyunk, hogy 90-nel lehet teperni az utakon. És 20 kilométerenként kapunk. Jaj. Belső sáv lesz majd a nekünk való. Elvileg. A fenét le kell menni, Gyuri bácsi. Megyen. Ho, 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 ho! Gyerekek! Valamire kiválasztottak. Korai tesztel lettem. Azt a meg nem boldogú civar végét, várjatok, ezt majd meg kell nézni. Jött valami ticses üzenet. Kiválasztott lettem. MacLeod klán tagja lehetek, vagy nem tudom. Ezt mindjárt megnézem, hogy mi akar ez lenni. Hát az nem tudom micsoda, mostanában relatíve, hogyha nézzétek a számokat, akkor láthatjátok, hogy nagyjából ilyen váltásidőszakbeli, hogy amikor a WoT-ról váltottam minden más játékra is, nagyjából azok a nézőszámok vannak most, nem tudom, hogy minek köszönhető, de van. Ja. Hát Dávid, oda azért 150-200 néző szerintem kell ahhoz, nem? De mindjárt megnézem, hogy mi ez, kimegyünk Gyuri bácsi. Ilyen kis kacskaringót vágunk, nem sokára amúgy ott vagyunk. Nem tudom, mindjárt megnézem, hogy mi ez az üzenet. Mostanában nagyon sok minden változott a Twitch-en. Nem feltétlen mindig értem, hogy miről van szó. Lehet, hogy jobban járnék, hogyha beszélnék Londonul. Ja, hogy a kisebb streamereket jobban ajánlja? Akkor holnap megborotválkozom. Akkor holnap megborotválkozom. Meg ilyen cipőpasztával bekenem a hajam, hogy ilyen szép csillogó sötét legyen. Kisebb vagy kisebb? Magasan van a széked. Lejjebb teszed, akkor kisebbnek látszok. Egész jól megtolta a nézettséged. Hú, a borotválkozást jó, hogy mondod. Akkor ilyen nagyon kemény szakállat is rajzolok magamnak cipőpasztával. Hogy ilyen menő legyek. Felveszek egy én kicsi pónis rózsaszínnél csillámos pólót. Hogy attól meg kemény legyek. Ha már raid opciót eltörlik, legalább valahogy a kisebbekre is rá lehet találni. De tényleg azt láttam, hogy eltörlik a raidet. Az vajon miért? Jaj. Vágj meg!
De ilyen kacsás úszó övbe, vagy mi az Isten az. Meg ilyen karra húzhatós kis izébe. Meg Korda Gyuritól hallgatni fogjuk a reptért. Na. Tiszta menő lesz. De csinálnak valami szerencsejáték csatornát is, nem? A Rick és Mortis-os uborka úszógumi van. Unfield csinált egy régi videójába is. És alkohol és filccel avatárra változtatom magam közbe. És a végén döbbenek rá, hogy nagyon jó a fedős, alkoholos filctól. Vízálló. Várjátok, Kata azt írta, hogy elérte vagy elindult a buszhoz, de azt még nem érte meg, hogy elérte. És már 25 van. Már 25 van. Szia Petsz, hello. Ez nagyon nem köt le, nézek egy kis fotót valahol. Jó volt nézést. A botot nézni, még elmegy. De ahogy játszom... Nem baj, 55 kilométer. Lerakjuk a port, aztán írok Katának, hogy mizus. Hogy jött-e a busz. Elérte, remélem nincs vele baj. Ilyenkor az agyam levezet 42.500 opciót. Ki tudtam sorolni. Nem sokára ott vagyunk. Na, már a buszon van. A kis piszok nem ért, hogy már a buszon van. Na, jó van. Na jó, hát egy kicsit idegesíteni is kell téged. Nem kell idegesíteni. Elég volt nekem tegnap. Tegnap az nekem érvágás volt. Nem, te volt az egyetlen. Ó, én is néztem egy pár stream előtt, hogy
Ez hogy tudott belőni? Onnan nem is lehet ide lőni, nem is láthatott volna. Nem azzal volt a baj. Tudod, hogy ez engem sose szokott zavarni. Meg a... De az, hogy lejolóznak állandóan, meg az arti páncélvadá... engem... Páncélvadásza lepattan az artiról. Szemből. Ez hogy? Hát miből van az? Igen, azt mondják, egyesek. Ajaj. Akkor én tényleg nem értek ahhoz a játékhoz. Na jó van, urak. Az a baj, tegnap én voltam, Dávid. A Chieftain-nél 890 VN8-an volt, érted? A Chieftain-nél. 890, amikor megláttam. Na jó. Ah, nem kell sok, a következő fuvarnál meg lesz. Sikerült leadni, Gyuri bácsi? Persze. Stuttgart egy 800 km, hát 2300-at nem. 843. Hát akkor egy vigyünk védőoltásukat, na? Innen nincs, nem nézted? De innen nézem. Na? Ja nem, ja hogy innen mi van? Itt a azt nem néztem, innen. De nézzük meg, Gyuri bácsi, hogy mi van itt a kapuban. Ha van itt már is valami értelmes. Hát mondom megállok már kézifékkel. Mert én ezeket szoktam először megnézni. Na hát innen van egy orvosi eszköz fel Litvániába, Doverbe, Zürichbe, meg palackozott víz. Annyira nem szimpatikus. Ezek nem szimpatikusak. Még talán Zürich. Hát, azon az úton jöttünk. Akkor nézzed. Várjál, nézzek egy külső megbízást. Hogy az mit ad. Hát lenne rá például egy darut tudnánk vinni. Vállalkozói fuvart. Vigyünk le Velencébe, Gyuri bácsi, egy traktort. Minek ad a traktor? Nem tudom. Mert azt mondták volna, hogy hajót. Ja. De hát tegnap ilyen 200 VL8-esnek éreztem magam, Dávid. Na
Na csak 22 kilométert kell menni Bili Bencsi, az nem sok. Valami tanyára kell majd kimennünk. Hello, hello, szia Kozmó. Hát levittünk két fuvart, most elkezdett laggolni ez a nyavaja. De olyan szinte, hogy 30 FPS-em lett hirtelen. Amúgy minden rendben. Nálad Bizu, hogy telt a napod? Itt vagyunk a reptér mellett. Hallhatjátok a repülőgépek zúgását. Elég jó? Na. Szabályos közlekedés. Szia Zsolt, hello, hello. Jó pihenés, jó munkát. Kitartást alapra. Jó, Dávid, de figyelj, láttad? Láttad, mondtad, menjek a... Egyedül egy normális meccset a... Ja... Pityivel tudtam menni. Az S100-zal. De ott is miért? Mert volt egy gyamórekkem. Ezt leráztam. Ez tényleg egy tanya. A fúsiba csinálják a traktort, vagy? Nem, szerintem elpasszolták egy külföldinek. Hát, ja. Ho-ho-ho-ho. Annyi, hogy holnap nekem halál, mert 5 ismétlés, 5 dogát fogok kiírni. Az komoly. Na, akinek van esetleg kedve csatlakozni, az most megteheti. Aki szeretne csatlakozni, az szóljon, mert most megteheti. Figyeljetek már, nem is rossz az a kis farm. Ja, Balázs. Amúgy mi történik? Ezt a pótkocsit el tudom tolni vajon? Vagy mi lesz? Finoman neki tolatok. Szerintem nem tud eltolni. De. Konkrétan eltolja. Elkezd pörögni. És eltolja a pótkocsit. Van benne erő. Azt kell, hogy mondjam. Balázs, üdvözöl téged is, Gyuri bácsi.
Viszont... Na, van valakinek még kedve csatlakozni? Most erre leszek még kíváncsi, hogyha ide beállítom a kamiont. Nem, itt nem történik semmi. Azt hittem, hogy elkezd pörögni a hátsó kerék. Na, hát szerintem van jelentkező? Urak, hölgyek. Ha nincs, akkor Gyuri bácsi. Szerintem goruljunk. De annyi, hogy itt elmegyek balra, szétnézek, hogy néz ki a vidék. Lopjunk egy kis tanya ötletet, mit szóltok hozzá? Ja, hát ennek csak két bejárata van. Még busz megáll, vagy buszforduló. Na, csorogjunk lefele. Szia Elvis, hello, hello. Az úti célunk Velence. Kis kapuhegyek végig. Mondod Gyuri bácsi, hogy végig kapu lett? Hát az olaszoknál is az van. Gyuri bácsi, mivel tolja? Scaniával. Lábbal nyomom a pedál. Scaniával. Dávid játszik egy HD Póker nevű játékkal. Szia az Elstorer, hello, hello. Igen, összehoztam, köszönöm szépen. Látod, nincs lehetetlen, csak tehetetlen, vagy hogy szokták ezt mondani. Majd amikor a SnowRunner-be fogunk szántani, Santana, az lesz majd komoly még. Különben az a K700-as, amit most tesznek be, az igen, módban már megvolt. Igen. Mhm. Akkor gondolom egyszerűbb dolgok volt ilyen téren. Ó, bakker! Várjatok, állj! Gyuri bácsi, majd a pihenőnél álljunk meg, elfelejtettem elolvasni, hogy mi volt az, amire kiválasztottak. Jó. Persze. Azt elfelejtettem, nem szóltatok rám? Végre nálad is megy egy minimalista gép. Mármint, mire gondolod a minimalistát? Dobra. Elvis. Ja, nálam... Hát jó, most az első gép az... Ja, sem, nem szereted Elvis a csicsákat? Gyuri bácsi, de lehúzódok, mert itt úgy néz ki, hogy nagy a parkoló. Jó.
Hú, ma itt vagyok. Na. Ezt lekapcsoljuk. Altabb. Na nézzük. De várjatok, ez így nem jó. Szia Dark Demon, hello hello, üdvözletem, kellemes estét, jó szórakozás, köszönöm szépen a követést. Figyeljetek, mert azt írja, hogy gratulálunk, kiválasztottunk a Questar egy korai verziójának tesztelésére, mielőtt az minden alkotó számára elérhetővé válik. Kattints a kezdéshez. Na most ide kattintottam a kezdéshez, és azt írja, hogy nincs hozzáférésed a funkcióhoz. Köszönjük a türelmet. Akkor most kaptam hozzáférést, vagy nem kaptam hozzáférést? Ja, azt már levettem. Azt már levettem. FIFA kormánygom. Nem. Na mindegy. Kamionok végsebességét ki lehet herélni? Van rá mód? Az mit jelent, hogy ki lehet herélni? Balázs. Na menjünk, Gyuri bácsi. De abban igazad van, ha már itt vagyok, akkor mindenféleképpen tankolok én is. Be tudod állítani a kényszeretett sebességet, és nem enged 94 gyorsabban menni. Gyere, Gyuri bácsi. Gyere. Ja, hát akkor ki kell venni, és akkor tudsz gyorsabban menni. Vedd ki, és akkor engedd gyorsabban menni, mint 90. Na várjál, megmutatom, hol kell. Megállok, Gyuri bácsi. Jó. Na, szóval van a beállítások, van egy olyan, hogy játékmenet, és van olyan, hogy... hogy sebességkorlátozás... nem? Egy ilyen sebességlimiter. Ezt ki kell venni. Azt vedd ki, ne legyen benne az. És onnantól kezdve tudsz gyorsabban menni. De a külső megbízatásoknál nem. Ott nem. Abban igaza van Gyuri bácsinek. Van olyan mod, ami viszont van olyan... amikor a World of Truck-ról szedsz le küldetést, hogy onnan veszel fel küldetést, akkor ott nem tudsz ilyet. Ott 90-nel lehet csak menni.
Na mehetünk, Gyuri bácsi. Ez nagyjából egy ilyen 40 kötőjel 50 perc. Ez a kanyar, ez a kör. Most van 8.50. Még 9.40 környéke. Ó, de mehetünk 90-nel akkor. Akkor menj, használjuk ki. Ha már ezt a sok kapu feltart minket, akkor legalább ez legyen, hogy tudunk menni. Hát itt, ja, kapu. Hát annyi, hogy oda betettem egy, micsodát, egy termoszt, egy jegyzetet, oda egy párnát, bár nem is Goodyear gumikat használok, hanem Michelint. Annyi, hogy most azért választottam a DAF-ot, mert ez ugye 530 lóerőnél nem lehet nagyobb. És innentől kezdve meg nincs az, hogy ugye túlerős kamionnal közlekedek. Ennek legalább vannak úgymond korlátjai. Amúgy lehet, hogy a Twitch figyel. Érted? Itt nagyba bekiabáltam, hogy olyan bevettek valami programba. Az utána meg, jó, hát akkor ha ennyire örülnek, akkor chat. De lehet az a baj, hogy megy az adás, az is előfordulhat. Nem, amúgy az nem lenne probléma, hogyha Twitch átírná az ajánlási rendszerét, mert ugye a Twitchnél most az ajánlási rendszer az úgy működik, hogy akit a legtöbben néznek. És ugye az ajánlás az nem más, mint a felül egy ilyen sávban futó streamek, és ugye lehet ilyen gyors keresésre rákattintani. Ó, Ferencio. Üdvözletem, szép estét, Dama, üdvcset. Ferencio, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 31. hónapja tartó töretlen támogatásodat, illetve megtisztelő, hogy ilyen régóta érdemesnek találsz rá, halihó. Igen, a leállósába előzök, mert beszorítottam ide magam. Nem sérült semmi? Jó, nem sérült semmi. Hát látod, úgy meglepődtem a 31. hónapon, hogy a leállósába kötöttem ki. 9. Hoppá. Köszönöm szépen. Jó játékot, jó RNG-t, meg minden hasonlót. Hú, gyerekek, alatt hirtelen beleléptem a fékbe és eltoltam a pedált. Toltam a pedált. Tenni kell majd el egy ilyen szőnyeget. Mert volt alatta, csak az nem tapadt meg úgy, hogy azt innen kipateroltam, de majd vennem kell valamilyen tapadó szőnyeget. Mert a parkettán úgy néz ki, nem áll meg. Te belefutottál, Gyuri bácsi? Hát nem engedtek vissza. Hallod? Én azt sem tudtam, hogy hogy álljak meg. Kikerültem a... Hú,
Ezt megúszt. Jaj. Te az a sok kocsi, amelyik melletted elmegy, majd vagy mögötted van, az mind elén beállt. Az új király. Plusz, puszta jelenléted veszélyes a közlekedésre. Lobolyosi, kell valami izgalmat is csinálni. Kell, kell egy kis izgalom is, nem? Na itt vagy. Jó, Gyuri bácsi. Közveszélyes őrült vagyok, tudom. Tényleg foglalkozik közületek valaki méhészkedéssel? Vagy ismer méhészt? Mert ugye... Szívecskédet? Nem vettem el. Milyen szívecskét, Lobolyos? Vita jött. Leállt a szíve, Lobolyos. Nem, a gyémántra mondta, hogy elvettem a szívecskéjét. Visszajött. Nem, nem vettem el a szívecskéret. Vettem el. Isten ments! Be kell jönni a belső sávba. Ugye ez Gyuri bácsi, mert itt 70, aztán ez... Ez így instant bevágott 70-re. És nem megy el mellőle. Nem? Nem megy, kis teherautó. Ez a fehér mögötted. Betart neked? Végig azon a egy sávon mellettem jött. Hát itt nincs félelme az ainak, azt észrevetted. Megy melléd. Most visszamegy. Jár ki be. Nem tudja eldönteni, megint, mit akar. Megint elment a belsőbe, megint visszajött a külsőbe. A megengedett. Nem, nem veszem ennél senki szívét. Na, megint nekem jött. Úgy látom, Gyuri bácsi, elég érdekes barátságokat kötsz megint az AI-val. Ki ez a fehérben neked, vagy valaki más? Az a fehér, amelyik mögötted van. De maradjunk annyiba, hogy 70-nel ezt itt ebben a szűk részben nem olyan egyszerű. Eléggé szűk. Tizenkét óra, mire odaérünk. De ez nem... Ez nem csökken, Gyuri bácsi, hanem nő a távolság. Ne, 816 nálam.
rossz irányba jöttünk volna. Nem, mint hogy rossz irányba mennénk. Na se baj. Na nem baj. Igen, csökken amúgy a távolság. Nem, mint hogy elnéztem volna egy letérőt. Más irányba vezetne. Elvileg megjött Kata. Mi a babó? Izu. Ideg? Le kell majd mennünk a pályáról, Gyuri bácsi, és mehetünk elvileg 90-nál. Marsze irányába. Igen. Akkor nem kell menned holnap. Szia János bátyám, hello, hello. Mi újság, hogy vagyunk? Van egy jó híred? Na mesélj! Persze. Na, gratulálok! Ahogy amikor mondtad, hogy tudsz, vagy dicsekedni jönnél, akkor ez volt az első gondolatom, hogy sikerült megkapnod. Gratulálok hozzá! És te, láttál benne valami érdekeset? Nem, volt egy olyan sejtésem, hogy azt fogod mondani, Giant Partneri sikerült megkapni. Te látsz benne valami érdekeset? Mert ugye te beszélsz németül. Na, már vásároltak is a linkeden keresztül. Az tök jó. Gratula. De azon kívül te nem láttál benne semmi más. Gyuri bácsi, lemegyünk a kapun. És utána tovább egyenesen. De azon kívül... Te is megkaptad álmodba? Azon kívül semmit, akkor jó. Akkor nem tudsz ilyenről, hogy DLC-t kapunk Ajcsiba, hogy tudjuk utogatni. Na, és mikor jelentkeztél? Vagy már régebb óta jelentkeztél, és... És most jött egy hete? Na, gratulálok! De Twitch-en tudsz még valakiről, akinek van ilyen?
A belső kettő az jó nekünk, Gyuri bácsi. Na hát akkor így, akkor ketten vagyunk. Tényleg gratulálok. De kitetted már a logót? Virít már ott a logó? Helyes. Tominak ne adj több fizetést emiatt. Csak több munkát. Hallod? Csak több munkát adjál Tominak, fizetés ne. Nem láttad szegényt egy hete? Na, hogyhogy. Sokat dolgozik? Változott a munkarendje? Ajaj. Gyuri bácsi, itt beszűkült a sáv. Át kell menni a szembejövő alagútba. Két műszakos lett? Jó, hogy szegény. Az most neki nagy érvágás. Akkor. Akkor oda az egyik héten délelőtt, másik héten gondolom délutános. Vagy 12-12-zik? Mert az úgy még torkosabb probléma. Gyuri bácsi, majd elmegyünk jobbra. Turin fele. Áldom. Turin. Hát igen. Az úgy ilyen téren érvágás neked is. Nem baj az. Majd hátra lesz, aki csatlakozik hozzád. Na. Jó éjszakát, János. Jó pihenést. Hát én szombaton délelőtt dolgozom. Délután meg tesztelünk. Vasárnap meg traktor pooling. De nem olyan egyszerű tartani a sávot 90-es tempónál. Érdekes, hogy a 90 és a 80 között az lesz a program. Te hiszem. Fura, 80 és a 90 között relatíve nincs akkora nagy tempó, viszont teljesen másképp viselkedik a kamion 80-nál, meg 90-nél. Nem, Gyuri bácsi? Igen. Jó éjszakát, János bátyám. Halihó.
Na menjél, 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 menjél. Jó, akkor... Szórakozzál mással. Ja, ez Gyuri bácsi, mert lehet, hogy az előtted megtorpan. Nem. Kiment a belső sávba. Jó. Szélső sávban a rendőrök szórakoznak valakivel. Első kettő jó nekünk. 88 euró. Azért relatív, az komoly. Komoly kis összegeket kell. Látjátok, már 424 ezer felett vagyok. Az nagyon kemény. Semmi baj. Jobbulást. Hallod, azért jön a pénz itt is ezen a szinten, amiken én vagyok, Gyuri bácsi. Hát 105... minél több sofőröd van, na, nekem már vagy 2 milliót szedtek össze. Hát de jó, a 250 valahány sofőrön van nekem. Hát az más. Nem, hát ugye az adás elején felvettem 500 ezeret. Ugye, hogyha vége lesz majd a konvojnak, akkor ugye leszoktam pörgetni a 3 alvást. Szerintem lehet, hogy addigra ezt az 500 ezeret, esik az eső, vissza is fogom tudni, vissza tudnám fizetni. Azért komoly. Ez így már. Úgyhogy, ami javaslatom lehet, ha játszod ezt a játékot, vegyél egy kamiont, tök mindegy miatt, ne foglalkozz azzal, hogy hogy néz ki, se festés, se semmi. Max ilyen váltó, két szélső, amilyen Gyuri bácsi, váltó motort maximum, de az sem mindig folyamatába. És az összes pénzed csak is egy garázshely megvétele, garázshely feltöltése, következő megvétele, feltöltése, megvétele, feltöltése, semmi más. Nem kell egy csicsoma, semmi ilyesmit. És majd mikor megvan az, hogy játszol egy 3 óra hosszát, hitelt ugyanúgy vedd fel, pörges ki, szépen visszafizeted. Elfogyott a hitel, vedd fel újra. Abból is vegyél kamiont, garást. Szépen játsszál, fizesd vissza a hitelt. És minden pénzedet, annyi, hogy minimálisat azért tartsál meg, nagyjából egy ilyen 50 kötője 100 ezer euró környéke. Azt tartsd meg, az legyen mindig, hogyha esetleg a kamion sérülne vagy bármi. És toljátok a sofőrökbe. Garázs, sofőr, garázs, sofőr. Ott se fontos a legdrágább gépet megvenni nekik, csak dolgozzanak. Oda meg jó amúgy a Renault. Szerintem a Renault magunk, tessék maga. Jó. Igen. Igen. Annyi, hogy majd adás után eszem meg, jó? Mit? Nem, megcsátod most. Kapok egy kis tojásos szendvicset. Én nem szerettem a sok munkást, egy idő után eléggé laggol a játék tőlük, legalábbis én azt vettem észre. Nem, nálam egyáltalán nem laggolt, pedig mondom, több mint 250 sofőr és kamion megy az utakon most is. Semmi.
Ki kell kapcsolni ezt a hírfolyamat. Akkor nem küldi azt a rengeteg adatot. Kimó, azt próbáltad már? Hogy kikapcsolod így. Ott van a belső GPS. Ez kész. Ja, megnyomod az F3-at. És csak F3-mal így el tudod tüntetni. Használod a belső. Szia Petyus, hello, hello. Hú, Petyus, neked tényleg hosszúak a napjaid. Szép estét. Legalább a panelozás kész van. Na. Ügyesek vagytok, gratulálok. És így mi van még hátra? A klíma? Klíma. Ütések, aha. Ja. Hát ott van a belső GPS a kamionban. Hadgép viszi majd. Az akkor már eléggé komoly, nem? Elvileg Gyuri bácsi, Bernap fele megyünk tovább. Kétszáznyolc négyzetméter az arra alapterület? Az komoly. Télsőssel megszűnik. Meg lassú járművek. Betartják a 70-et. Szia Ferkó. Szép estét. Hello, hello. Ez a busz jó, ha megy 60-nal. Vagy nem tudok előzni. Ez meg itt fékezget előttem, hát... De ne fékezgessél már! Dombra fölfele bátyja. Ugye ez Gyuri bácsi, majd lesz az útjelén egy kis ilyen feltúrás. És utána meg, azután meg el kell menni majd jobbra. Természetesen a busz is arra. Arra jön. Raymond, köszönöm szépen a követést, ütköztünk, érezd jól magad, kellemes estét, hello, hello. Jó, most már oda lépett neki. Nem tudod, hogy kell beállítani a kamera nézetet.
amikor nincs benne úgymond csak az ablak. De, tudom. Keresek egy parkolóhelyet, ahol meg tudok állni, és megmutatom. Jó. Magyarul belső nézetben. Nem. Nem? Ugye F1, F, tudod, ezekkel az 1-2-3 gombokkal ugye tudod állítgatni. És mindjárt megmutatom, hogy hogy tudod beállítani a úgymond, hogy csak a tükrö, vagy a szélvédőt lásd. Mert ugye te a szélvédőre gondolsz, nem? Hogy csak a szélvédőt lásd. Akkor az F2-vel ki tudja szedni a tükröket. A belső tükröket. Nem, ő a kormányt sem akarja látni. Hát, az nehéz ügy. Nem, meg lehet csinálni. Nagyon előre kötője az ülést. Az nem baj. Azt gondolom, őt nem zavarja. Meg ugye ott a fóval is játszani kell. Igen. Nem, mondjuk én úgy vagyok vele, hogy a műszerfal alatt látni kéne. Mert arra sok mindent lehet olvasni. Gyadok ki, elvaló. Rövecs ezek. Megy szépen, jaja. Ez az útszakasz az életben nem akar véget érni. Előzni se lehet. Sötét is van. Végül is szombat. 1:30. Mit vár az ember? Lehetne már egy leálló. Na most ide érünk valami városhoz. Hát... Milánó. Nem nagyon akarnak sietni. De várjál, Raymond, te mi... Ja, hogy a kormány ne látszódjon, csak a műszerfal? Olyan nincs? Olyan nincs? Hogy a kormány nem látszódik, csak a műszerfal? Megakadt a busz, hála Istennek. Nem kell, csak a szélvédő látszódjon. Azt meg lehet oldani. Belső sáv, Verona fele megyünk. Igen, csinálunk egy kunkort. Mert van dashboardom tableten is. Aha, na várj, itt megállok oldalt. Mert itt van valamilyen lehúzódó. Te is befélsz, Gyuri bácsi. Megálltam úgy. Na nézd csak! Van egy olyan, hogy F4. És van egy olyan, hogy beállítás. És le tudod vinni ezt amennyire csak lehet. Ezt ugye be tudod sűjeszteni amennyire csak lehet. A fovot beállítod egy picivel egyszerűbbre.
berakod így, a fejet elfordítod, beállítod nagyjából így a szöget, és az ülést elkezded közel hozni magadhoz. És akkor nagyjából így kell játszadoznod ezzel az egésszel, hogy ezt meg tud csinálni. Más nem tudsz megcsinálni. Egy perc. És annyi, hogy így a beállításokkal kell játszadoznod, például akár így, és akkor a tükör nem látszódik. Tehát ennyit tudsz igazából csinálni, mert más ilyen beállítási lehetőséged nincs. De ugye itt arra is oda kell figyelned, hogy az egyéb ilyen dolgok ennyit tudsz állítani. Ugye ez a gyári beállítás. Hát igazán nincs mit. Más opcióról én nagyon nem tudok. Mehetünk. Ja, nem lehet Gyuri bácsi, csak megpróbálom visszaállítani a dolgaimat. Vissza az alapra, onnan könnyebben állítod. Mehetünk. Igazán nincs mit. Ennyit tudsz, Max. Nekem más ötletem nincs. Ha valaki tud esetleg mást, az... A szóljon. Nem láttam, módban se láttam olyat, hogy a kormány. Nem, ő igazából csak a szélvédőre kíváncsi, mert neki van szimulátora, van tudod dashboardja, tehát ő meg tudja építeni, neki csak magára a képre van szükség. Persze, mert ez nem ilyen fix. Tehát ilyet tudsz, hogy ez látszódik. De ugye itt meg nem érzékeled a kamiont. Ennél. Hát tegyük fel, kikapcsolod, érted így? Itt semmi nem látszódik, nem látsz a kamionból, az ég egyadt a világon semmit, nem tudsz mihez viszonyítani. Ez meg a hatos gomb. Ezt a két opciót tudom neked nagyjából így tippre adni. Ugye be tudsz kapcsolni mellé két tükröt. Nyugodtan. Szia Korran, jó éjszakát, köszönöm szépen, itt volt, te jó pihenést. Tehát ha gondolod, ezt így be tudod állítani, nem tudom, ez jobb neked? Raymond. Armstrong Gaming a neve Twitch-en. Biztos nem tudom kicsoda. Hallod, nem enged be jobbra. Haladjál már, bátyja. Én elhiszem, hogy vettél egy olyan kék kukabulvárt. Az előző, amit csináltál, az jobban adta. Akkor
Akkor jó. Jó állítgatást. Mert más ötletem nincs ennek a megoldására. Első sem megszűnik, Gyuri bácsi. De úgy látom, te mindig a középsőben vagy. Bejöttem, ha mondom. Így legalább nem előzgetnek. Aha. Szia Raymond, hello, hello. Jó pihenést. Remélem sikerül majd beállítanod úgy, ahogy tervezted. Amúgy Raymond milyen kultúrát volt, megkérdezt, hogy beírhatja, hogy kinél látta meg ilyenek. Le a kalappal. Ritka az ilyen. Azt kell, hogy mondjam. Nem mint hogyha itt tiltott lenne bármilyen más streamer nevet mondani. De akkor is ez meglepett. Megkérdezt, hogy beírhatom, hogy kinél láttam meg ilyenek. Ez best. Nem úgy, hogy bejön és megkérdezi, moderátor lehetek? Igen. Meg valaki ad a ajándék szubod? Az élet apró örömei. Ezeket kell észrevenni, nem? Na, lassan reggel lesz. Hát az jó lenne. Azért nem haragudnék. €546. Nem viszik túlzásba egyes sofőrjeim. €846. Annyi üzemanyagom lenne. Hallod, Gyuri bácsi? 24 literrel megy, 26 literrel megy a DAF. 31 az enyémé. 33 liter az átlag fogyasztásom. ‘81% az üzemanyag szint. Hát gyerekek, ez beteg. Ez nagyon durva. Ugye az üzemanyag fogyasztást lehet szabályozni a játékban.
Hát jó, de ez a 30 liter, ez reális, nem? Mhm. Mi az, Gyuri bácsi, a belsőbe bejött egy tötymörgő. Na, erre most oda. Bejött egy másik. Ez is oda kapcsol. Oda lép. Király. Iberatómika. Az komoly. Az valami gabonát vihet. Szerintem. Na, atomhulladékot. Azt mondod? Ha ott a jel hát, nem? Hát, oké, de abban a sima, egyszerű lopat a szájtópót kocsiban. Hát így legalább nem feltűnök. Ja, hát végül is. Kérdezik, ki lennének a tüntetők? Csak az egész autópályát Szent János bogára alakítja, érted? Én emlékszem, mikor volt Németországban voltak ezek a tüntetések, ugye, hogy az atomhulladékot szállították a vonaton. Igen. Hogy a sínekre feküdtek, meg minden. A francnak jelentették be előre. Hát nem. Mind elkerülhették volna. Az is van rá, atomika. A pótkocsira. Hát hamar ott vagyunk. Persze. Reggel is lett. Ja, és nagyjából úgy 40-re satszoltam az érkezést, és most 2 perc múlva lesz 40 nálam. De megint egy kapu, elvileg a belső sáv az jó nekünk, Gyuri bácsi. Az olaszoknál keverik ám. De most jó. De mindig megtréfálnak, hogy az egyik kapu itt, másik kapu ott. Igen. Van, amelyik úgy szakott van a két külső. Van, ahol viszont, meg egy. Viszont úgy készülünk, Gyuri bácsi, nekünk kanyarodni kell majd. Igen. Megyünk a Velencébe hajókázni. Ja. Traktorra. Hát jó, ez, tudod, van vízi bicikli, ez a vízi traktor. Elkezdtek jó pénzt keresni. Látszik amúgy, hogy ők a régi sofőrök, mert ők még ilyen pocsék körbe is jól keresnek. Igen, minél fejlettebbek lesznek, ugye elérnek. Pláne, hogyha már mindent szállíthatnak. Mert ez megállt az a... Ja, mert... A...
Megfogott minket a lámpa. Na jó. Elméletileg itt is lefordulhatunk. Hoppá. Használnék jelen a kéziféket, mert elkezdtem gurulni hátra. Van forgalom, nézzétek meg. Van kamionforgalom. Hát akkor menjünk le itt. Úgyis van egy kérdője, nem tudom, voltam már itt erre? Nem voltam még erre. Mindjárt az első utcában van a kérdője. Meg is nézzük majd magunknak. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Azért ez tényleg a kikötő. Piros a lámpa. Te voltál már Gyuri bácsi? Akkor nem lenne a kérdőjelem. Azért kisebb rakománnyal is lehetne ilyen helyekre jönni. Munkaerő. Na, az se baj. Újabb lámpa. Száraz aszfalton megáll, nedves aszfaltnál vannak bajok, pedig ez a legjobb nedves gumi, ami elvileg rajta van. Balra van a szerviz meg a garázs. Nem baj. Akkor legalább lesz hova hozni a képsast. Szia János! Hello, hello! Üdvözletem! Na hát, lehoztuk a... Traktort a megfelelő helyre. Ez megvan. Aha, megvan a következő szint. Na, spóroljunk még egy keveset az üzemanyagon. Lassan amúgy már lehet, hogy vennem kellene. De az a baj, hogy... hogyha veszek pótkocsit, akkor... olyan helyeken kell mozognom, ahol az a pótkocsi felvehető, nem? Vagy olyan kört kell vinni, hogy mindig az a pótkocsi meglegyen, nem? Hát többféle pótkocsit kell benned. És ugye a közelbe kell lenni. Ja, mert olyan nincs, hogy például egyfajta pótkocsi mindig rajtam van, és olyan munkát veszek fel?
De, azt lehet. Csak megérje. Mondjuk ezek közül is akkor ugye nem, ha hűtőt, akkor csak azt tudsz vinni, ha azt a folyadék szállítod, akkor csak folyadék. Általában a konténer, a legelsőket kell nézni, tudod, az a síkplatós. Aha. Hát gondolom, ezt meg a függönyözött, az cső. Mindegy, a síkplatósra bármit föl tudsz rakni, ugye aha, a konténereket. Aha. De ilyenkor el kell felejteni a dupla pótost. Ja, nem. Mert a felbevő helyre úgy kell betolatnod. Aha. Na se baj. Még megnézzük azt a szerviszt. Akkor le is állunk, nem? Hát még én is átnézem a gépet, megnézem, hogy mit azért tudok esetleg még. Még rajta variálni. És még három garázsomban még kell kamiont is vegyek majd. Tervizeljük le a gépet. Egy kis gumi kopás volt. Na hát ugye a fülke az ugye ez a nagy fülkés. Érted, ez a nagy fülkés. Alvázat nem akarok rajta változtatni. Főleg úgy, hogy ezért rengeteg. Gubacs, köszönöm szépen a rekövetést, ütköztünk, kérdez jól magad. Hello, hello. Szóval ugye a nagy motor van benne. A váltó még gondolkodom, mert ez valahogy nem tetszik. Ez a váltó. Egy. Ez majd legyen az én bajom. Festeni nagyon nem akarom. Marad fehér. Bár itt például ez szerintem nagyon szép, ez a szürke-fehér megoldás. Ja, például ez a Michelin-es festés se gyenge. Nem tudom, hogy vagytok vele. Ez is jó, ez a Goodyear. Ebbe valahogy a Michelin figura jobban tetszik, mint ebbe. Ez se rossz. Ugye a pandás festés. Mindegy, hát ezeket mindenki eldönti magának, hogy még a szimpatikus. Nagyon igazából csicsázni ezt annyira nem lehet. Ezt a DAF-ot, ha megnézitek, nincs akkora csicsázási lehetőség benne. Szia Ervin, hello, hello. Kellemes estét. Ez nagyjából marad így. Ugye belül meg most ilyen függönyöket. Ja. De nem szeretem.
Érted? Meg ilyen fityigőt is ide rakni. Nem sok értelmét látom. Tuning DLC, ADAF. Szerintem ez DLC és ez a DAF. Mert ez a XG pluszos. Ervin. Ez az XG pluszos történet. Na jó, hát ez így marad. Gyuri bácsi, gyere! Vagy megcsináltad, ami kell? Én végeztem, persze. Na hát, Gyuri bácsi, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm a konvojt. Már marad a szokásos altatás. Így van. Na, ez azt jelenti, hogy... Várj meg, mi a konvojba. Kilépsz? Jó? Persze. Akkor zárom hát, a konvojt. De meg mit csinálod, amit kell? 78 ezer pénzt kerestem elvileg. Gyakorlatilag ez az a pénz, amit én megkerestem, nem a sofőrök. Ezt elfogadom. És ilyenkor szoktam még azt csinálni, amikor vége így a konvojnak, látjátok, azért így este van, hogy alszunk egyet, 4.96. Oké. Okay. Ugye 5.16 lett belőle. 5.45. És 5.84. Nagyjából itt van vége. Ezt nagyjából mindig meg szoktam csinálni. És ezt javaslom nektek is, hogyha ha magatoknak is játszotok és ki van kapcsolva a fáradtság szimulálása, és befejezted aznapra a játékot, mielőtt bezárnád és végeznél, ezt csináld meg, ha vannak sofőrjeid. Csak akkor, ha vannak sofőrjeid, mert máskor semmi értelme nincsen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek már a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnapi nap folyamán 6 órától érkezem Farming Simulatorral, szombaton pedig tesztelni fogunk. Ha kíváncsi vagytok, hogy melyik játékot, akkor délután 4-kor várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Úgyhogy köszöntem, örültem, sziasztok!